Tudom, az se jó, ha az ember prekoncepciókkal érkezik egy de interjúra. De ez már nem tudom hányadik prekoncepció, tehát tulajdonképpen te semmit nem tudsz elképzelni rólam. Ez nem igaz, ez nem igaz. Tehát, hogy nem tudok csalódni, nem tudok dolgokat elengedni, túl racionális vagyok a kockáspapírommal. Ezért van milyen? Ez a 45 perc, hogy mennyi mindent fogunk majd itt cáfolni, vagy árnyalni. Populáris sem szeretnék lenni, fontosak, azt megteszik a politikusok helyettem. Védjegye a kérlelhetetlen és szívós kérdezési stílus. Tehetséges rámenőségét még az őt elfogultsággal vádolók is elismerik. Dolgozott vidéki tudósítóként, volt köztévés, rádiós, az országos ismertséget az ATV Egyenes Beszéd című közéleti beszélgető műsora hozta meg számára. 14 év után hagyta el anyacsatornáját, és immár a Hír TV-nél kérdezi a politikusokat. Most a közéleti témákat igyekszünk mellőzni, és kizárólag róla beszélgetünk majd. A mai arcképben Kálmán Olga. Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen profi és harcedzett kérdező, mint egy ilyen szituációban, amikor saját magáról kell megnyilvánulni, tud kellően görstelen és posztalan lenni, és őszinte. Már csak azért is, mert a kommunikációnak a csinyát, binyát ismered, és pontosan tudod azt, hogy mit akarsz elmondani magadról, szóval én próbálkoztatok itt jobbra-balra, valószínűleg eredménytelen, nem? De figyelj, kezdjük neki, és akkor meglátod. Persze, hát most miért ne lennék őszinte, hát akkor nem jöttem volna el, meg nem fogok most úgy szerepelni, hogy valami egész mást mutassak magamból, mint ami vagyok. Kérdezz bátran, aztán én meg... Köszönöm. Egyébként úgyis behúzom a féket, hogyha valamire nem akarok válaszolni, akkor úgyis meg fogunk. Van olyan érezni fogod. Persze. Van olyan élethelyzet, amikor te nem vagy magabiztos? Ezen gondolkodtam. Hát hogy ne lenne? Mikor? Hát ezer ilyen van. Tehát nem úgy élem az életemet, hogy ahogy kérdezem az adott műsorban a politikusokat. Tehát, hogy én nem ilyen vagyok, tehát nem vagyok egy robot, egy ilyen kérdező robot, aki a gyerekéhez is úgy szól, meg a férjéhez is, meg mindenkihez, mintha ott ülne az adásban. Ez nyilvánvaló, de tehát, azért hogy, na de az életünkben valami határozottság. Az lehet, de hát az életünkben egy csomó bizonytalansági faktor van, hát az rám méne hatna. De most így nem is tudok példát mondani. Nem tudsz mondani egy példát, hogy mikor tudsz te úgy elanyátlanodni? Vagy úgy kicsit úgy határozottabban létezni? Hát bármikor. Azért nem tudok, mert az annyira a hétköznapi életemnek a része, a bátortalanság, vagy az elanyátlanodás. Ha elanyátlanodok, gyorsan felhívom anyámat. De most komolyan, tehát, hogy ez van, hát napi szinten, mint bárki másnak. És önkor mi történik? Mit tudom én? Nem tudom, megvigasztaltatom magam gyorsan, vagy nem tudom. Tehát inkább keresünk valami konkrét példát, hogy el tudok-e szomorodni. Igen, el tudsz-e bizonytalanodni? Akár magadba vetett hitedet illetően is. Persze. Hát, tudod, mennyire izgultam, ugye most a felmondásom után, volt felmondási időm, 2 hónap, és ugye a második hónap vége felé én egészen biztos voltam abban, hogy én mindent elfelejtettem. Tehát nem tudom, hogy hol vannak a kamerák, nem tudom, hogy a vége főcím után hova nézek, eleje főcím után, melyikbe köszönök, biztos, hogy mindent össze-vissza fogok csinálni. Tudja, hogy nem jutnak eszembe nevek, kérdések. Tehát ugye nekem nagyon fontos a munkámban a napi rutin, tehát hogy én ilyen 100%-os hírfogyasztó vagyok, hogy mindig minden információ meglegyen, negyedét se fogom felhasználni élőadásban, de akkor vagyok biztos magam, hogy ott van mind a fejemben. És kihagysz 2 hónapot, miközben nem úgy éltem, mint egy UFO, tehát hogy ugyanúgy hírfogyasztó voltam, ekkora százalékon, na de azért mégis a napi adások azok 2 hónapos szünetet jelentettek ebben az időszakban, tehát ugye 2 hónapi szünetet tettem az életemben, és ilyen hosszú idő már nagyon régóta nem volt ekkora szünet, és nagyon bizonytalan voltam, és nagyon féltem, és ezt tudod, mikor múlt el? Gondolom az első adást, amikor kigyulladt a fény, nem? Amikor azt mondtam, hogy jó estét kívánok, és mondtok, ezzel itthon vagyok, tehát hogy így minden, de előtte, tehát a kollégák kérdezik, te egyébként most izgulsz? Már nem is élek annyira. Annyira tudsz izgulni, vagy igen. Képes vagy?
Persze, most. Tehát nem a napi hajtásban, tehát hogy nem az van, hogy minden nap úgy megyek be, hogy kamera elé kell ülnöm, tehát erről azért már nincs szó. Az egészséges vizsgadruk az meg mindig ott kell, hogy legyen az emberben. Most ez a 2 hónap pihenő, miközben jó, nagyon-nagyon jól esett, a vége felé azért már voltak elvonási tüneteim, és ahogy közeledett a műsorkezdés, hát én majd meghaltam a félelemtől, meg a bizonytalanságtól, hogy biztos emlékszem mindenre. De hát ez valószínű olyan, mint a biciklizés, hogy persze. Azt mondod, hogy voltak elvonási tüneteid. Mivel kapcsolatban? Hát, hogy most már nagyon mennék, már nagyon csinálnám. De melyik részét? Az, hogy ott ülsz, és azt mondod, hogy jó estét, és... Ahogy kérdezek, hogy megtudni valamit, hogy kérdezni valamit. Tehát az elvonási tünetek azok úgy jelentkeztek, hogy olvastam egy hírt, hogy ezt a témát szeretném ma estére, tehát hogy jó, de hogy most még nincs műsor, tehát így. Te azért, ahogy így most elmélyedtem az életrajzodban, nagyon végigjártad grádicsonként ezt a szakmát. Hát ezt így kell. Szerintem is. Ez keveseknek a sajátja, és kevesek voltak ennyire alázatosak, mint tehát azt olvastam, hogy te hosszú éveken keresztül jártál 7 napig. Tehát hogy egy 7 összes napján Szombathely és Budapest között. Ugye ezt jól tudom? Nem. Tehát 7 napot dolgoztam nagyon sokáig. De ez nem csak akkor, amikor még Szombathelyen laktam és Budapesten dolgoztam. Tehát Szombathelyen lehúztam 6 megyébe egész pontosan, tehát a Nyugat-Magyarországi stúdió adáskörzetében, riporterként, szerkesztőként és stúdióban műsorvezetőként is 5 napot, és akkor a péntek délután azonnal autó, nyomás fel Pestre, és már a Fél-8-as iradónak már riportere voltam. Tehát a péntek esti Fél-8-as iradónak már a riportere voltam, tehát ez azt jelentett, hogy a péntek délelőtti elvégzett munkám után, péntek délután már forgattam, de úgy, hogy elkészüljön az a Fél-8-as iradóban. Mi mozgatott, vagy mi hajtott téged akkor? Ami most is, hát szeretem a szakmámat. De nem volt benned olyasmi, hogy felismerted azt, hogy ebbe te nagyon jó lehetsz? Tudod, mikor jöttem erre rá? Azért neked életed álma volt, hogy színész légy. Az első visszautasításkor, amikor a felvételén azt mondták, hogy hát nem vesznek föl, noha azért kínosztak majdnem 1 órát, tehát azért az nem azt jelenti, hogy csapnivaló lehettél, de úgy, ahogy van, abba hagytad, és lemondtál egy álomról. Pedig 18 éves voltam, tehát akkor még azért annyira nem bölcs az ember. Nem tudom, ezek ilyen szerintem érzések. Én abban nagyon hiszek, hogy vannak dolgok, amik veled szembe jönnek, vagy éppen te mész vele szembe keresed, mint például én a színészetet, és azt mondtam, hogy mi más lehetnék. Tehát, hogy ez nem kérdés, és azonnal megyek felvételizni az érettségi előtt, mert ugye felvételi a színművészet, én azt meg is előzte, már hogy hónapokkal. Tehát, hogy vannak dolgok, amik jönnek, te keresed, elémész, aztán a találkozáskor azt szerintem valami iszonyat nagy ösztön, erővel érzi az ember, hogy ez az enyém, vagy pedig el kell, hogy engedjem. Mit éreztél akkor, hogy miért nem a tiéd? A színészet? Igen. A felvételiző társaim megkeseredettsége volt az szerintem, ami azonnal kiábrándított, hogy gyerekeket ennél fontosabb és szebb a világ, mint hogy ebbe keseredjünk bele. Tehát, hogy kijöttek úgy felvételiző társaim, nem mondom, hogy diákok, tehát fiatalok, hogy sírtak kegyetlenül, és hogy most voltam itt 5-5-szörre, akkor utánam jött valaki asszisztens, hogy fú, mindenképpen menjen el addig stúdiószínésznek, és próbálja meg jövőre, ha azt nem sikerül, majd azután. Micsoda, hogy nekem most 2-3 vagy akár 5-6 éven keresztül arról szóljon az életem, hogy majd egyszer hát, ha valakik átengednek egy felvételét. De ha akarunk nem. valamit, akkor azt nem ilyen megáltalkozottan csináljuk? Nem kitartás kérdése. Holmot 7-szerre vették fel, tudomásom szerint. És hát nem nagyon sokan vannak, de valószínű ő érezte, hogy neki érdemes ezt megpróbálnia, neki ez a sorsa, küldetése, útja, nem tudom. Én meg azonnal éreztem, hogy ez egy szép kaland volt, de hú, de nagyon sok út van még az életben, keresek egy másikat. Mi hiányzott szerinted belőled színészként? Most már utólag azt gondolom, minden. Minden? De nem, persze, ezt nem kellett csinálni. Hát figyelj, aki az első felvételi után azt mondja, hogy ez nem az én utam, akkor az nem lesz jó színész.
a hangban az majd jó színész lesz, akit hetedszerre vesznek fel, mert azt mondja, hogy igen, megyek, megcsinálom. És a zenészlét, azt is ugyanilyen könnyen engedted el. Hát az igen, az meg el kell menni egy Babos Gyula koncertre, és megtapasztalni, hogy vannak jó gitárosok, meg vagyok én. Tehát. Ezért is gondolom, és innen indult a gondolatmenet, hogy a televíziózásban viszont nagyon felfedezhetted azt, hogy itt csúcsra érhetsz. Emit pedig nem. Pedig nem volt ilyen gondolatom, hogy fú, má milyen jó vagyok, és még jövőre jobb is leszek, aztán 5 év múlva meg még jobb lesz. Nem tudom, hát így meg nem lehet dolgozni. Valami más volt, valamilyen ilyen nagy hajtóerő. Különösen, ahogy említetted, hogy én tényleg végigjártam mindent, és ez nagyon nagy dolog. Tehát nagyon hálás vagyok a mindennek és mindenkinek, aki ezt valahogy megadta nekem, akár véletlenül, akár szándékosan. Hát, hogy a dögunalmas sajtótájékoztatók végig ülésétől elkezdve az iszonyatosan izgalmas dokumentumfilmek forgatásán keresztül a mindent, tehát hogy amit csak lehetett, és ez mondjuk a vidéki, tehát a Magyar Televízió vidéki stúdióiba erre megvolt a lehetőség. Most már azért a kollégák nem így kezdik a pályát, nincs meg a lehetőség, tehát azonnal betesznek egy skatujába, hogyha sikerül egyetembe kerülnöd valamelyik tévéhez, vagy rádióhoz, vagy újsághoz. Épp ezért kérdezem, hogy te honnan számítod, csúnya szóval élve, a Kálmán Olgaságod? Tehát amikor azt érzed, hogy nagyjából egészében te úgy kész lettél, tudtál mindent, átjöttél a képernyőn, és most már ez úgy intézményesült, csúnya szóval élve. De én ezt így nem érzem. Na, hát azért te is pontosan tudod, hogy ennek a műfajnak azért mindkét oldalon egy elismert, kvázi nagyasszonya vagy. Tehát azért respektussal bír megjelenni a te műsorodba. És van annak súlya, hogy ki mit mond a te műsorodban? Hát hála Istennek, igen, hát erre törekszünk, de ez nem egyedül az én érdemem, hát mindig kellenek hozzá az én drága kollégáim is. A kamera mögött, a vezérlőben, de még az ajtón a vendéget beengedő rendészik bezárólag. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ember nem tud televíziót csinálni, de egy ember el tudja rontani. Tehát, hogy ez egy olyan team munka, hogyha itt most ebből a felvételből egyetlen egy valaki nem jól, vagy felvétel közben nem jól csinálja a dolgát, akkor megy a levesbe. Tehát, hogy hiába kérdezed nagyon jókat, hiába beszélgetünk eszméletlen jó ízűt, ha itt valaki hibázik, akkor kész. Tehát, hogy ez nagyon egymásra vagyunk utalva. Úgyhogy nem gondolkodtam, de ez most olyan hülyén hangzik, mert valamilyen áll szerénységnek tűnik, amiben én mindig visszafarolok a kérdéseid elől, hogy tényleg őszintén mondom, én nem gondolkodtam, hogy na mostantól kész vagyok, vagy mostantól elértem valamit. Nem ez jár a fejembe. És arra nézve sincs semmilyen megoldó képletet, hogy vajon mivel sikerült neked kiemelkedni a politikai újságírók közül? Merek kérdezni. Ez a bátorságon múlik? Hát nem tudom, inkább az ellenkezőjét mondom, hogy olyan kár, hogy ezt már ilyen csodának vesszük, hogy rá mert kérdezni, hát ez a dolgunk. De te mitől mertél, vagy mersz? Nem tudom, én mindig azt szoktam mondani, hogy egyébként engem, hogyha valaki szándékozna, tök fölösleges lenne államilag irányítottan lehallgatni is, mert én privátban is ugyanazt mondom, amit adásban. Tehát ilyen szempontból nincsenek titkaim, hogy megfogalmazódik a véleményem, vagy valakivel vitatkozom politikai témáról az adásban, és akkor egyébként meg tök más mondok majd privátban valami nagyon titkos beszélgetésben, tehát engem tényleg teljesen fölösleges lehallgatni, és ez már, amit gondolok, az elhangzik adásban is. Tehát, hogy őszintén kérdezve, bátran, tehát hogy ezek olyan egyszerű hívószavak, nem, ha belegondolsz. Igen, de ezt nagyon kevesen gyakorolják ma Magyarországon szerintem. Ez biztos attól is függ, hogy éppen, tehát az egész országnak az állapotától, hogy éppen hol kapsz munkát. És mondjuk az intézmény, ahol te dolgozol, az felvállalja-e azt, hogy itt most az jó, hogyha szabadon kérdez egy újságíró. Neked, hogy ilyen értelemben az autoritásod, vagy az integritásod sérülni látszik? Te az a típus, hogy aki abban a pillanatban azt mondod, hogy na szevasztok? Nem, azért nem vagyok ilyen úri kisasszony, hogy na hát én aztán sértetettem, velem nem lehet semmit megértetni. Nem, hát ez egy számtalanszor volt az én életemben, a munkahelyemmel, vagy munkahelyeimben olyan, hogy hát figyelj, ez szerintem olyan nagyon mákos ez a téma, és nem azért, mert hogy most féltjük a céget, meg a nem tudom mit, lehet ilyen is, gazdasági érdek, reklámozó, vagy bármi, azért ne tegyünk úgy, mintha nem ugyanabban a világban élnénk mindannyian, de inkább olyan alapon, hogy azért várjuk meg, hogy a másik fél erre mit mond, mert ez most éppen egy politikai csapda helyzetnek tűnik, akkor én ezt könnyen el tudom engedni, hogy oké, majd akkor foglalkozunk vele holnap. Tehát nem soha, de hogy meg tud, vagy meg lehetett győzni adott alkalommal engem arról, hogy inkább
inkább még ennek a témának kell időt hagyni, hogy kifusson. De a kérdezés technika, vagy a kérdések mienségét tekintve nem tűrsz, és nem is tűrtél soha beleszólást. De nem is szólt bele soha senki. Ha ez megtörtént volna, akkor viszont felállsz. Nem tudom. Nem hiszem. Tehát nem vagyok ilyen hirtelen haragú, egyetlen semmilyen haragú nem vagyok. Tehát akkor valószínűleg megpróbáltam volna megmagyaráztatni az illetővel, hogy ez most miért gondolja, hogy ezt neki meg kellett kérdeznie, vagy meg kellett mondania, vagy mit tudom én. Ha már ezt említed, legyünk túl az ATV Hír TV váltáson, bár szerintem már majdnem mindent elmondtam. Az már nagyon le van rágva, igen. Azért próbálok új aspektusokat találni. Én azt hallottam, hogy az ATV-ből való távozásod, az egy kockás papíron dőlt el. Te leültél, és két oszlopba elrendezted, hogy pozitívumok, negatívumok a döntés mellett. Mondaná párod, hogy mi szólt az egyik rovat, illetve a másik rovat alatt? Nem. Nem? Nem, de tényleg így dőlt el. Tehát vannak de hogyha most ez... Jó, hogyha ebben az interjúban valaki hírt akar gyártani, akkor ez lesz a címe, tehát már kicsit előbbre pörög az agyam. Szóval, hogy ez a kockás... Azért látod, van fék, mondtam én. Igen, na mindegy, de azért ennyit elárulok a privát szférából is. Tehát, hogy ilyen kockás papíron dőlt már el az életemnek ennél sokkal nagyobb része is, effektíve a válásunk és új életünk kezdése a szerelmemmel. Tehát, hogy így megpróbáltuk. De azt tényleg leírtad egy érzelmi kérdést? Együtt ketten leültünk. És papíron kiszámolt, hogy mi szól mellette? De nem az, hogy mit tudom én, hányszor csókolnám meg egy nap, tehát hogy nem ilyen hülyeségeket, hanem azért egy válás, tehát egy kapcsolat nem egy személyes játék, most nyilván egy válás meg nem csak rólam szól, hanem egy egész családról, a környezetemről, tehát hogy a felelőtlen helyzeteket és lépéseket én azért nagyon nem szeretem, vagy elítélem más esetében, és akkor megpróbálom én is elkerülni. Tehát, hogy az egy dolog, hogy én most ki akarok lépni egy kapcsolatból, mert halálosan szeretek valaki más, na de azért azt körbe kell járni, hogy kinek mit okozok ezzel. És igen, azt úgy szépen, tehát, hogy válni, együtt maradni, nem válni, nem együtt maradni, tehát, hogy minek mi lehet a következménye, azt így igen, a párommal így leírtuk. De mondom, nem az, hogy szeretjük egymást, persze, kicsit, persze. Igen, tegnap nem annyira, ma nagyon, tehát nem ilyet. És itt a munkahely választás vagy váltásnál is. Nem akarok ezen leragadni, meg azért ez nem a frisbee, tehát olyan nagyon bulvár kérdéseket nem szeretnék feszegetni. Ez most komolyan, én szinte. De azért ennek van egy szürreális jellege, hogy leülsz a szerelmeddel és végigbeszéled a válásnak a pozitív és negatív érveit, nem? Tehát ez nagyon racionális, hogy ilyen értelemben. Igen, de mondom, ott nem a papíron nem az került, hogy szeretsz, igen, nem. Tehát, hogy nem ilyeneket, nem érzelmeket írtunk le, hanem hogy minek milyen következménye van. Te hirtelen döntesz ilyen értelemben? A hirtelenség alatt nem azt értem, hogy kimondod és úgy van, hanem 2-3 nap alatt meghozod, és az meg van alapozva, mint az Empire State Building? Még jobban. Még jobban. De ez nagyon ritka, tehát hogy azon, hogy megvegyem-e, most szándékosan mondok valami egészen bagatell dolgot, hogy megvegyem-e ezt a pólót, akár magamnak, akár a gyereknek, azon el tudok tökölni már, bocsánat, akár egy órát is, és akkor férjem 6-szor haza akar menni már a boltból. Na de, amit az előbb már beszéltünk, hogy vannak dolgok, és hogy miért engedtem el a színészetet, tehát hogy én ezt tényleg egyszerűen érzem, tudom, megtapasztaltam, hogy vannak dolgok, amikor ott azonnal rájössz, hogy ez a te utad, nem a te utad, ez a te szerelmed, nem a te szerelmed, ez életed legnagyobb szerelme, vagy nem, tehát hogy ezt nem lehet nem érezni. És akkor viszont dönteni 2,5 másodperc alatt kell. Olyannyira, csak a könyvedből fogok idézni, hogy azt mondtad, aztán tényleg annyit mondasz el erről, amennyit akarsz, hogy azt mondtad például, hogy egy ilyen szerelem mellett nem lehet elmenni, mert csak egy életünk van. Vagy például azt mondtad előre a kapcsolatról, lehet, hogy nem mindenki tudja, társad és... Férjed, úgy értem, hogy mint szakember, tehát igen. Rendezője a te... Hoffmann György. Hoffmann Györgyről beszélünk, most már a Hír TV rendezője. Azt mondtad, hogy ez egy annyira szép és igazi love story, hogyha ezt külső szem megnézni filmen, akkor azt mondaná, hogy szirupos. Igen, de hát a szép dolgok az általában ilyenek szoktak lenni, nem? Tehát hányszor látsz olyat, hogy a híd pillérén megcsillan a napsugár, és pont megtörik a mit víz felületén, és hogyha ezt valaki lefesti neked, akkor azt mondod, hogy hát igen, nagyon klassz, igen, köszi, hagyjuk. Tehát, hogy igen, tehát a természetben előforduló dolgok tudnak lerajzolva, megfilmesítve, leírva szirupossá válni, de megélni egészen más.
Persze, hát ez jellemzően az a történet, mint a más szempontból, de a színészetnek az elengedése. Azt ott éreztem, hogy ezt el kell engednem, én nem az vagyok, akinek érdemes hétszer ide jönnie. A mi szerelmünknél meg azt éreztük, hogy hát ez a világ legnagyobb bűne lenne elengedni egymást, és örökké sírni azon, hogy mi lett volna. Tehát mi lett volna, hogyha együtt éljük le az életünket? Az mekkora keserűség. Így is nyilván volt keserűség a történet összes szereplőjének, de onnantól kezdve, és hány ember, nekem legalábbis eszméletlen sok ember van az ismeretségi körömben, akik azt az utat választották, hogy hát ház miatt, család miatt, gyerek miatt, egzisztencia miatt maradjunk együtt, és közben a hátralévő 10-20-30 vagy 50 évet úgy éli le, hogy milyen boldog lettem volna azzal a másikkal. Egy ilyet hát például te kudarcként élsz meg? Mondjuk egy vállás? Már kudarc, nem. Hát az, ennek semmi köze a kudarchoz. Vagy hát mint egy élmény, hogy nem sikerült egy projekt, aminek végül is véget kellett vetni. Jaj, nem. Nem? Nem, de ez a kifejezés, ez véletlenül se jutott eszembe. Nem, de hogy is. Tehát szerintem minden ember sikerorientált, nem arról van szó, hogy én ebben nem hinnék, tehát azt gondolom, igen, tehát hogy mindig valamit, eredményt akarsz elérni, akár hogy jól sikerüljön a reggeli tea, és ne tegyél bele ötször annyi cukrot, vagy citrom, vagy nem tudom én. Tehát, hogy én nem hiszek a kudarcorientáltságban, mint olyanban, tehát igenis kellenek az eredmények, a sikerek a legkisebbtől a legnagyobbig, na de ez nem azt jelenti, hogy én mindig arra törekednék, hogy érjek már óriási sikert a családi életemben, tehát az nem siker, az szintiszta igaz érzelem. Találtam egy nagyon szép mondatot. Na még mit? Veled kapcsolatban. A méltatások közt is azért úgy szemezgettem, és Bodor Pál, közelmúltban elhunyt kiváló író, közíró, azt mondta, vagy azt írta egy helyütt, hogy szeretném látni azt a férfit, akire Kálmán Olga felnéz, ugyanis az intellektuális császárnőktől félnek a férfiak. Szóval arra lennék kíváncsi, változatlanul nem bulvár úrakat pengetve, hogy... Dehogy nem, ez már tényleg a frizbé, igen? Nem. De maradjunk annyi, hogy 176 centi fölött mindenkire felnézek, mert én vagyok olyan magas, tehát onnantól kezdve mindenkire. De minek kell történnie, hogy egy ilyen határozott, szerintem szuverénen gondolkodó nő rabul legyen ejtve, csúnya magyar szóval élve? Hogy engem valaki meghódítson? Igen, igen. Mit tudom én? Hát kérdezd a pasikat, hát nem tudom. Hát én azt honnan tudnám, hogy én engem hogy lehet rabul ejteni? Hát az hát neked tudnod kell, nem? Igen. Te már azon gondolkodtál, hogy ha egy nőbe beleszerettél, hogy akkor mik azok a paraméterek, ami miatt? Utólagosan szerintem ezt meg lehet ideologizálni. Hát én hogy mi hatott, mikor? Szerintem egyébként, na mindegy, azt látom, nem akarsz ennél tovább leragadni. De... Beszélgethetünk erről, csak nincsenek válaszaim. Itt azt emelted ki ennek kapcsán, megint csak a könyvedre tudok hivatkozni, hogy nagyon figyelt rád, mint a rendező is akár. Tehát, hogy annyira az igaz, ismerte igaz. Minden egyes rendezőséget, és szerintem, aki rendezőként ismeri azt, hogy mikor kell téged beadni, mit üzen egy grimaszod, egy szemvillantásod, az valószínűleg végtelenül figyelmes ember lehet. Igen, de ő így dolgozik, és ez mondjuk nem igaz, hogy ezt csak én érdemeltem. Nekem felüdülés volt, és óriási dolog, hogy van ilyen kolléga is, akivel mennyire jó együtt dolgozni. De hát nyilván ez aztán nagyon hamar átcsapott egészen más érzésben, mint hogy milyen kedves ez a kolléga, tehát ennél több le. De ő másokra is ugyanúgy figyel, tehát hogy, és azt gondolom, egy rendezőnek egyébként ez is a dolga, tehát nem ez a csoda, mint hogy a kérdező meg merjen kérdezni, ez se a csoda része, hanem ez lenne az evidencia része. De hogy ő most mivel, meg nem tudom, ez megint a te utad, vagy nem a te utad. Tehát én csak azt vettem észre, hogy egyre többször szeretnék vele beszélni, találkozni, egyre inkább várom azt, hogy hú, már beért a munkahelyünkre, már ott van, de hogy ez így mindenki esetében így van, nem? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy nincsenek valami tudatos én az életemben nem gondolkodtam még azon, hogyha engem egy pasi valaha az életbe, amit az újja köré tekert, akkor én most az minek hatására, hogy a szeme, a füle, a haja, a mondata, a viselkedése, nem tudom, mit tudom én? Ha már azt említ... Ilyen nem kerül kockás papírra. Értem, tehát szerintem értjük, nem, hogy még kerülhet. Ilyet nem vezetek kockás papírra, hogy kinek mi a csábereje. Ha már azt említjük, hogy mennyire figyelt a rezdüléseidre, szerintem te, és most udvarolok egy kicsit,
a mai magyar televíziós felhozatalból talán a legtudatosabban. Nők közül feltétlen bánsz a mimikáddal és a gesztusaiddal. Tehát annyira profin tudod a legcsekélyebb kis gesztussal is üzenni a nézőnek, de talán még az alanynak is, hogy mit gondolsz róla. Ha, hogy ne. Hogy az Magyarországon példátlan, Amerikában láttam erre nézvést, példákat. Ugyanakkor, és most jön a fekete leves, tudomásom szerint egy egykori főnököd neked mutatott rólad egy felvételt, összehasonlítva a CNN akkoriban mondónőjével, amint te majdnem elsírtad magad, látva a különbséget. Arra lennék kíváncsi, mondjuk el a nézőknek, nem biztos, hogy mindenki olvasta, könnyed, hogy ismerné ennek a történetnek a hátterét, te akkor a Magyar Televíziónak voltál a hírolvasója, és az akkori főnököt összehasonlítatta veled a CNN akkor menő profi. Hang nélküli metakommunikációját, és akkor te elborzadtál a különbségtől. Engem a stációk érdekelnének. Hogy jutottál el ma oda, hogy pontosan tudod, hogy a kezed mikor lesz kifejező, mikor csinálsz egy ilyet, vagy csak a szemeddel egy ilyet félrehúzol? Mert az ennek szerintem volt egy fejlődés története. Persze, de én ehhez nagyon sokat olvastam is. Tehát kellett nyilván a napi gyakorlat, mert ezt mondjuk tükör előtt azért lehet, de sokkal nehezebb begyakorolni és alkalmazni ezeket a technikákat. Az, hogy naponta találkozom emberekkel élő adásban, nyilván naponta tudtam gyakorolni azt, hogy a testemmel, a metakommunikációval mit lehet elérni, és ez abszolút igen tudatos. De hogy aztán ennek, mit tudom én, 98-ban vagy 2011-ben volt egy újabb stációja, ugrása a fejlődés történetemben, nem tudom. Egész egyszerűen gyűjtöttem az ismereteket, meg a tapasztalásokat, és figyelek a vendégre, hogy ha én valamit csinálok, akkor ő mit csinál a testével. De mondj például egy példát, hogyha bejön egy kemény gyerek hozzád, egy... Csak az ilyen. Csak az, hát az ezzel vitatkoznék, de mondjuk úgy, hogy egy harcedzett profi, egy igen, sokat látott profi, és eleve úgy ül le hozzád, hogy akkor se fogsz engem most, majdnem csúnya szóval éltem, kihúzni belőlem annál többet, mint amit én akarok, és ellentart. Abba te hogy tudsz bizalmat ébreszteni? Ha már eleve averziókkal ül le vele szemben. Tehát azért ez nagyon gyakori. Tehát ez nem egy ritka eset, amit most mondtál. Hát többféle technikát szoktam alkalmazni, és most minden kincstári, vagy nem kincstári, hogy szokták ezt mondani? Kulisszatitkot. Minden kulisszatitkot nem fogok elárulni. Egyet árulja, de, hát ha nem de, nézik de, a politikusok. Persze, hát biztos nézik. Inkább az egésznek a, hogy is mondjam, metodikája az arról szól, hogy mindannyian mások vagyunk, és a vendégek is akármilyennyire is egy körből mondjuk a politika világából érkeznek. Van, aki iszonyú magabiztos, van, aki mondjuk a témája miatt bizonytalan, vagy van, aki a témája miatt is nagyon magabiztos, meg ugye egyébként gyárilag is nagyon magabiztos, és akkor ezt így mindig meg kell válogatni, a stratégiát, vagy változtatni, és ki kell alakítani a stratégiát, hogy most mi a hatékonyabb a beszélgetésünk szempontjából, hogy mindjárt azzal kezdünk, hogy durr bele, és megvan az első kvázi gyomros, tehát hogy a hirtelen feleszméléssel és levegő kapkodással felérő kérdés, vagy pedig szépen bemelegedünk, hogy oldódjon, ne akarjon ellenállni, akarjon beszélgetni, akarjon az igazságról beszélni, és akkor jöhet az a kicsit fejbe ütős kérdés majd a 6. percnél is, amikor már az illető biztonságban érzi magát, de ez mindig az adott embertől és témától függ. Tehát, hogy nem csak az embertől, nem az, hogy vannak ilyen szereplők, meg olyan szereplők, hanem ez most az ő témája, vagy ez csak úgy kapta a párt kommunikációs osztályától, és akkor ő a téma vivője, mert akkor nyilván neki is nehezebb a dolga. Neked nagyon vesztes interjú volt. Biztos, de ez se kerül kockás papírra. De olyan, amire úgy nagyon tudsz emlékezni, hogy ott kihagytam egy csomó mindent, talán ez jobbak naponta voltak. Igen? Tehát igen, úgy szállsz ki a beszélgetés, hogy azt még kellett volna ütni, ott elszúrtam, azt a gondolatot tovább kellett volna persze, írni. Persze. Tehát, hogy nem, nagyon-nagyon ritkán nézem vissza az interjúkat, és nem azért, mint abban nem lehetne tanulni, de lehet, csak hogy nekem benne van a fejembe, tehát, hogy nagyon sokáig. Nem vagyok egy korán fekvő típus, ez pont ebből adódik, hogy iszonyatosan felpörgetem az agyamat, és akkor nem kapcsol ki még magától. Szóval frissen benne van az interjú összes mozzanata a fejembe, és akkor, amikor átgondolom, akkor mindig találok olyat, hogy ott volt egy magas labda, én azt nem kaptam el, pedig kellett volna. Vagy amikor azt mondta, ó, hát akkor lehetett volna másik irányba fordulni. De olyan, ami például
Rossz emlék? Olyat tudsz mondani? Hogy nagyon-nagyon máshogy csinálnál? Rossz emléket igen, máshogy csinálnék, olyat nem. A rossz emlékek közé tartozik ez a 2014-es választás utáni elhíresült Schiffer András interjú. Mondjuk el, lehet, hogy nem mindenki emlékszik rá, a náci megszállás emlékmű kapcsán épített emlékműről volt egy nagy nézetkülönbség köztedési Schiffer András között. Miközben ez nem igaz, mert szerintem nem is volt nézetkülönbség. De úgy tűnt a nézőnek. Igen, amit én sem értettem, és valószínűleg ezt el kellett volna engedni, akkor azt a fajta nem tudom mit, mert hogy annak az emlékműnek, tehát a kormányzat megígérte, hogy az érintetekkel tárgyal, és akkor még kialakítják, hogy akkor ilyen legyen, olyan legyen, ott legyen a szabadságtére. És akkor lement a választás, és rá egy napra bejelentették, hopp, már alapozunk is, épül az emlékmű, senkivel nem tárgyaltak. És nem volt nézeteltérés az interjú alany és én közöttem, de valahogy félre siklott valóban ez a beszélgetés. És azért mondom, hogy tehát rossz emlékű, mert én aztán nagyon, tehát nagyon sok kritikát kaptam, ami egyrészről egyáltalán nem baj, csak ebbe nagyon igaztalan kritikák is voltak. Mi például? Hát mondjuk a rangos neves történész, amikor azt írja, hogy Kálmán Olga egy aljas ember, tehát hogy ezt én nem tudom kritikának venni, mert hogy alapvetően nem vagyok aljas ember, én azt gondolom, de a beszélgetés mienségét azt nem, hogy lehet, hanem kell is bárkinél. Az ilyenek téged bántanak? Nem, tehát hogy nem lettem lelki betegettől, csak érthetetlen volt. Tehát hogyha arról beszélünk, hogy ez most szép emlék, vagy nem szép emlék, akkor ez mondjuk nem tartozik a szép emlékek közé. És mondjuk engem nem a Kurucinfo kezdett ki a náci megszállás emlékmű miatt, hogy én valami mocskos ilyen és ilyenként védtem azoknak a, nem tudom, érdekét, akik úgy gondolják, hogy a kormányzat velük kiszúrt. Tehát hogy nem, hanem pont balliberális oldalról kaptam ilyen számomra értelmezhetetlen megjegyzéseket, hogy aljas, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy az volt természetesen olyan is, hogy most miért kellett azt kérdezni, vagy azt mondani, mit, az értelmezhető, de tehát én sem mondom egy történészre, vagy filozófusra, vagy mit tudom, pékre, hogy aljas ember, hanem azt mondom, hogy szerintem rossz kenyeret süt, vagy nincs igaz ebben az elméletben, az egy más dolog. De hogyha te teszed magad, Isten igazából ilyen értelemben vizsgálatot tárgyal, akkor miben hibáztál? Nem tudom, és ezzel nem is akarok ennyire foglalkozni, szerintem nem volt ez annyira jelentős dolog. Sem az én életemben, sem a... Felfújták. Azért lett ez jelentős később. Iszonyatosan felfújták. Ami nem, és azért, tehát, na, akkor még egyszer neki futok, tehát amikor azt kérdezted, hogy rossz emlékű, és máshogy csinálnám, ez a rossz emlékű, de ketté választom, mert ismerem magamat, és ezt az interjút nem csinálnám máshogy. Tehát most utólag mondhatnám azt, hogy igen, nagyon sokat tanultam belőle, mindenkinek igaza volt, és én ezt soha többet így biztos, hogy nem. De nem igaz, és nem fogok hazudni se másnak, meg magamnak se. Tehát, hogy nyilván sokat tanultam belőle, és az egy nem jó interjú volt, hogyha ennyi ember neked nem tetszett, akkor ez egy nem jó interjú volt, és ebből igenis tanultam. De ismerem magamat, hogyha most nem még egyszer megcsinálnám, akkor nyilván ugyanabban a hibában miért esnék bele. De hogyha visszapörgetnénk az időt, és én ott lennék, tehát ez nem egy pillanatnyi, mint a hóbort volt, vagy kihagyás, hogy elmezavart tőle, vagy ilyen interjút csináltam, én most is ugyanígy beszélgetnék erről a témáról, hogyha mondom, az idő vissza lenne pörgetve, és nem a tények ismeretébe kellene megismételnem, vagy a kritikák ismeretébe. Felfújt volt, nagyon nagy része felfújt volt, igazából az volt mármint a kritikáknak igazából az volt a fura, hogy van valaki, akit minden este lehet figyelni, hogyha éppen jól megtáncoltat a saját hülyeségébe egy politikust, akkor éljenezzük, és hogyha egyszer hibázik, úgy véljük, vagy valósan, most ez mindegy is, akkor meg azonnal, na hát ez volt a mi megmondó emberünk, meg jó újságírónk, milyen interjút csinált, és akkor a másik 25.672 interjú az felejtős, és mintha azt az egyet csináltam volna az életben. Egy kritikából felolvashatok neked? Most elolvastam számtalan. Hát maximum kivágjuk, igen. És egyet találtam, amire tényleg kíváncsi lennék, hogy hogyan reagálsz mindenre. Ez az első Egyenesen című műsor kapcsán született, és ezt a HVG-be találtam. Csunderlik Péter jegyzi. Jaj, de tudta. Mindenki tök jót írt, kiválasztottad azt, aki... Igen, tessék hallgatni. Te is ezt választottad volna. Mindegy, most mondjad. Ebben ugye azt veti a szemedre a jeles publicista, hogy előbb Majtényi Lászlóval beszélgettél, akivel te úgy bántál el, hogy egy ilyen kedélyes kis tereferére
sikere lett ez a beszélgetés, kvázi mint a menedzsere léptél fel, írja Csunderlik, miközben az őt követő Vona Gábor kapcsán pedig ilyen kérlelhetetlen szívossággal kérdeztél. És az a kérdés merült fel bennem, aztán legfeljebb majd cáfolod mindezt, hogy kell-e és szabad-e, akár csak minimális értelemben is érvényre jutni a te személyes meggyőződésednek vagy szimpátiádnak? Nem hiszem, hogy ördögtől való, tehát egy ilyen típusú műsorban, egy híradó műsorvezetőnek semmiféle személyes szimpátiája ne legyen az általa felolvasott, felkonferáló szövegekbenhez. Bár ott is vannak határesetek, hogyha te tényleg nem csak felolvasod a híreket, hanem el akarod adni magát a híreket a kedves nézőknek, akkor az megint egy más helyzet. Egy ilyen típusú, egy hírháttérműsorban, ahol személyiségek bontakoznak ki, igazságok derülnek ki, hazugságok derülnek ki, hát azért én nem lehetek egy fadarab. Tehát talán pont ez a mer kérdezni, nem mer kérdezni, ott van előtte, az újságíró előtt a kérdéssor, amit mondjuk az adott politikai sajtóosztállyal leegyeztetett, és az ötös kérdésre megvolt a válasz, akkor megyünk tovább a hatosra, tehát ebben valóban nem lehet nagyon nagyot domborítani, és elismertséget szerezni. Itt inkább szerintem a kritika arra tapintott rá, hogy nagyon ordító volt a különbség közvetlen egymás után. Én szerintem meg, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel most, nem tőlem, hanem adott szituációban. Tehát Majtényi Lászlót, ez ugye a köztársasági elnök választás napja volt, Majtényi Lászlót most éppen miért tudtam volna miszlikre szedni? De miben? Tehát miért lett maga az ellenzéki pártok közös köztársasági elnök jelöltje. Holott ezt már ugye elmondta, tehát mondjuk a választás napján ez nem volt egy logikus kérdés, mert amikor a jelöltsége megtörtént, akkor elmondta 100 helyen. Miért mondott ilyen beszédet? Vagy hülyeség volt, amit mondott? Vagy amikor arról beszélt az esélytelenek nyugalmával, hogyha köztársasági elnök lenne, ami nem lesz, és 5 percen belül kiderül, hogy nem lesz, akkor ő azt tenné, hogy ebben az országban próbálna valahogy ilyen normális hétköznapi életet megteremteni, fékek ellensúlyok, tehát mibe tudtam volna belekötni? De jött a következő vendég, aki viszont azt tartja magáról, hogy az egyik legerősebb ellenzéki párt, meg kormányzó erő akar lenni, de egy darab köztársasági elnök jelöltje se volt. Tehát ciki beállni a többiek által jelölt emberügé, vagy azért nem álltak be, mert akkor többiek kiálltak volna, hogyha Jobbik is beáll a Majtényi mögé, akkor inkább nem, tehát hogy ez a egymással való rivalizálás, vagy így támogatta a Fideszt, vagy mi? Tehát, hogy... Az hol dől el nálad, hogy ki az, akinek neki esel, és ki az, akivel hát a téma. Kicsit szelidebb lesz? Nem, hát a téma. Hát most a Majtényi László például azt tette volna, hogy a szavazás előtt 2 perccel azt mondja, hogy na jó, én nem mondok beszédet, mert az egész tök hülyeség, úgyse választanak meg. Akkor ő kapta volna azt a kérdést, hogy és akkor most milyen cirkusz volt? Tehát tényleg ennyi? Tehát behűített itten több ezer vagy több százezer embert, hogy eljátsza, mintha lenne esélye, és akkor már rájön, hogy nem szavazzák meg, akkor még kiszalad a parlamentből. Ez mindig az adott téma, nem a személy, tehát nem, ez nem arról szól, hogy az egyik nekem szimpatikusabb, a másik nem. Ilyen értelem, mert te megkapod azt lévén, azért ne legyünk álnaivak, ez egy nagyon polarizált ország. Te megkapod azt attól az oldaltól, ami mondjuk nem tart a sajátjának, hogy te tolod valamelyik oldalnak a szekerét? Ja, persze, hogyne. Ez a hétköznapi életben is teret kap? Tehát nem, majd ezt is mondom, a hétköznapi életben mennyire. Hogyne, a legszebb az volt, amikor Szijjártó Péter még a Fidesz kommunikációs igazgatója volt, tehát nem külügyminiszter, volt több, de csak a legaranyosabbat mondom, volt egy olyan néző, aki azt mondta, hogy addig nem fogja nézni az ATV-t. Úgy szólt a levél, hogy rájött, tehát hogy régóta figyel minket Szijjártó Péter, akivel egyébként iszonyú kommunikációs csatákat vívtunk estéről estére, amíg ő volt a Fidesznek az ütőembere, és hogy régóta néz minket, és hogy most rájött, hogy ez tulajdonképpen nem lehet más, mint kettőnk között valami egészen mély szerelem lehet. Úgyhogy amíg én nem szeretek ki Szijjártó Péterből és ő belőlem, tehát nem vetünk véget ennek a szerelmi kapcsolatban, addig ő nem néző az ATV-t. Elképesztő. Úgyhogy kaptam ilyen levelet is, igen. De ez a kedves része az, hogy egyik oldal meg másik oldal, persze, hát ez az elejétől kezdve. Tehát én Az nem bánt téged? Dehogy bánt, az bántana, hogyha nem lenne ilyen is, meg olyan is. Tehát ez így tök jó, hogy a DK-snak MSZP-s vagyok, az MSZP-snek DK-s, a Fideszesnek MSZP-s, az MSZP-snek Fideszes, tehát hogy persze, ugyanúgy lefideszeseznek, mint leballiberálisoznak.
De ez egy tök jó. És mondd, az jutott eszembe, hogy aki ilyen töménységbe csinálja mindezt, mint te, most már hanyadik éve, nap-nap után? Mit tudom én? 10 is van ez már, nem? Mikor mentél ATV-be? Mikor kezdted el? 2000? Hát az ATV-ben nyomtam le 14-et. Bocsánat, 14, azt a mindent. Isten tudja hány ezer interjú, szóval az ember nem fásul bele? Ne, de... Nem mondja, egy picit is. Amikor be kell menni, és meg kell csinálni a 176-odik. De mióta csinálsz interjúkat? Ez olyan 200-odik körülbelül. És unod? Nem, egyáltalán nem unod, csak nem ugyanazokkal az alanyokkal teszem. Hozzád a Gyurcsány 176-szor jön be, a Vona 150-szer. A Majtényival nem tudom, hanyadik interjúdod, és a Kéri is a sokadik. Én mindig újakkal. Na de te arcokra vagy kíváncsi? Tehát, hogy most ez itten, amit látsz, hogyha csak ezt nézed, akkor az cserélődjön, az a fontos? Nem. De a gondolat az cserélődik a politikusok esetében? Nem sablonokkal dolgoznak? Folyamatosan? Nem. Hát témák alapján hívjuk be őket, tehát nem úgy, hogy ú, de rég volt már Majtényi László, hívjuk be, mi a téma? Mert tudom én, tehát hogy így vendég nem jön be. A téma viszont mindig más. Hát te se azt nézed, hogy hívjatok már nekem egy szőkét. Á, nem, inkább egy ilyen barna legyen, pasi, vagy szőke is nő. Tehát nekem se az a lényeg, hogy most ebből a pártból ott üljön valaki, vagy abból a pártból, hanem a téma. Ezért aztán lehet, hogy jövő héten ugyanaz az ember fog szerepelni, mert az ő témája érdekes, vagy az a téma, amit ő visz. De ha mondjuk ilyen csömör-szerű érzést vennél észre magadon, képes lennél abba hagyni? Hát ezt nem tudom. Honnan tudjam? Nem vettem még ilyet észre magamon. De pillanatnyilag, ha úgy kérdezed, hogy el tudom-e képzelni, hogy valami más csináljak? Nem. 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 Tehát, hogyha valami történne, vagy történni fog, ami miatt ennek vége, nem tudom. Tehát nincs B-t forgatókönyve. Nincs B, nem tudom. Jól főzök majd, akkor nem tudom. Már hát meg... Azt mondta neked valaki, hogy ne is menj a Hír TV-re, hanem csinálj kocsonyát otthon. Hát meg vagy bármit, persze. A gyerekeim rendszeresen mondják azt, hogy miért nem lett egy anya szakácsnő. Annyira jól főzöl? Hát szeretek főzni, hát ez is olyan, hogy nekik csinálom, hát hogyne, de ugyanígy bizonyos szempontból szeretek takarítani is, mert hogy a családomnak teszek rendet, tehát hogy ez... Az igaz, akkor beszéljünk egy kicsit ilyen Kálmán Olga-féle érdekességekről, vagy tizet kigyűjtöttem meg az érdeklődtem is a környezetet. Na most jön a Frisbee 2.0, igen. Hogy az igaz, hogy te például már ilyen betegesen tisztaságmániás vagy? Igaz. Igaz? Ez miben nyert teret? Hát abban nyert teret, hogy például lett egy új családtagunk most márciusban, a kisfiam születésnapjára, hosszú-hosszú évek kérlelése után kutyát szeretnék, és mivel tehát nem testvérpótló, nyilván nem így éljük az életet, hogy kéne egy tesó, akkor kapjon egy iPad-et, vagy inkább egy kutyát, tehát hogy nem erről szól a dolog, de hát ugye a testvére nagy, tehát nagy a korkülönbség közöttük, és azt így pontosan éreztük, hogy azért egy kisgyereknek, mivel nekünk is mindig volt kutyánk, a férjemnek is, nekem is gyerekkoromban, tehát hogy azért egy kisgyereknek az úgy kell egy ilyen típusú társ is, nem testvérpótló, nem szülőpótló, egy társ. És akkor végre beadtuk a derekunkat, és amikor mondta a férjem, hogy na jó, de a kiskutya, amíg kiskutya, addig nem mehet ki a kertbe, és itt kell, hogy aludjon velünk egy légtérbe, akkor én csak annyit mondtam, hogy jó, akkor mind meghalunk a Domestosztól. Tehát tőlem benne alhat a kutya, de arra számítsatok. És rohasz utána egy Domestosszal? Én megyek utána, és locsolom a Domestoszt. Ez az élet egyéb területein is a Domestoszt? Igen, Domestoszt mindig van a táskámban. Ezt most komolyan mondom? De adjál már, te vagy is. Sose tudom, hogy mikor viccelsz a tárgyban, mert tényleg azt mondják, hogy nagyon kínosan ügyelsz az erre. Tehát a tisztaságmánia és a rendmánia nálad azért egy meghatározó elem. De így érzem jól magam. Hány de azért nincs a retikülőm, mert Domestosz. Na jó, bocsánat, de ilyen fertőtlenítő. Az van, kézfertőtlenítő. Nagyon sok. Nagyon sok. A kocsiba is, minden zsebben, mindenhol fertőtlenítő. Hány SMS bonyolítasz egy nap, mert állatólag szenvedélyesen? Nem nyilatkozom. Rengeteget. Nem nyilatkozom, de most már olyan díjcsomagok vannak, hogy korlátlan hívás és SMS forgalom. Tudom, az se jó, ha az ember prekoncepciókkal érkezik egy interjúra. De ez már nem tudom, hányadik prekoncepció, tehát tulajdonképpen te semmit nem tudsz elképzelni rólam. Ez nem igaz, ez nem igaz. Tehát, hogy nem tudok csalódni, nem tudok dolgokat elengedni, túl racionális vagyok a kockáspapírommal. Ezért van ez a 45 perc, hogy mennyi mindent fogunk majd itt cáfolni, vagy árnyalni. Ha azt mondta volna nekem valaki, vagy azt kérdezte volna tőlem valaki, hogy Kálmán Olga vallásos-e, én gondolkodás nélkül azt mondtam volna, hogy biztos, hogy nem. És mekkorát tévedtem volna, mert hogy állítólag te istenhívő vagy, ez igaz? Hát, igen. Erről mesélsz nekünk, hogy ez... De erről most mit? Tehát hiszem, hogy van Isten. Tehát erről nem ez a neveltetésedből fakad? Vagy volt egy fordulópont az életedben? Nem, semmilyen. Persze, család biztos. De nem, tehát hogy ez nem egy házhoz kötődik. Tehát
meg vagyok keresztelve, gyerekeim meg vannak keresztelve, de nem ez a lényeg. Tehát, és nekem soha nem az volt a fontos, hogy most ki abba a templomba, aminek a tetején kereszt van, a másik, aminek mit buzogány van, a harmadiknak a csillag van, tehát hogy nem ez a lényeg, hogy milyen épületbe gyakoroljuk a vallásunkat. Magában Istenben hiszek, igen. Templomban nem jársz, de mondjuk egy ilyen imádkozás szintjén ez megnyilvánul? Bármikor, persze. De egyébként templomba is szívesen bemegyek, akkor, amikor mondjuk nem kötelező, azt úgy nem szeretem, hogy vasárnapokon menjünk misére, az nem az én világom. Most még egy témát azért feltétlen járunk körbe, nem a bulvár kielégítése szempontjából, de szerintem sok mindenkit érdekel, hogy Kálmán Olga, mint anyuka, akkor ő milyen? Kenyérre lehet kenni? Az igen. A típusú anya vagy? Igen. Azt csinálnak veled a gyerekek? Igen. Igen. Tegnap mentem haza, és az ajtóra kiragasztott a kisfiam egy A4-es lapot, rajta egy piros fésztollal egy szívecske, beleírva, hogy anya. Szerinted az ember egy ilyet meglát, és így toppan be a portára, hát akkor persze, hogy kenyérre lehet kenni. Küzdesz ellen, hogy kicsit szigorúbb legyél? Nem akarok szigorú lenni. Hát vannak szabályok, azokat azért gyerekeim tudják, hogy illik betartani, de igen, könnyen meg lehet győzni. Tehát könnyen meg lehet arról győzni, hogy ugyan ne kelljen már még lefeküdni, még olyan jó. Olyan azért ezt írjuk fölnéző, Kálmán Olga azt mondja, könnyen meg lehet győzni. Aha, Lucának és Marcinak, de nem a politikusoknak. Micsoda végszó, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lettem. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézhető a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!